Folyamatosan emelkedik azon gyermekek száma, akiket szüleik a 11 tagintézménnyel rendelkező Bonyhádi Varázskapu bölcsőde és óvodába szeretnének iratni. Az oktatási intézményekben megközelítőleg 430 gyermek jár, de ez a szám még magasabb lehet ősztől. Valóban attól függ, hogy hányan költöznek be vidékről, elég nagy a mozgás, tehát a kifelé irányuló mozgás is vélhetően azért, mert a családok igénybe veszik a különböző családtámogatási lehetőségeket, és ezért családi házat vásárolnak egy vidéki településen, de ugyanez visszafelé is igaz. A születések száma most produkált egy emelkedést, de hát hogy pontosan ez hogy képeződik le az óvodában, ezt nehéz előre megmondani. Mindez kihat az óvodai jelentkezések számára is. Tavaly ősszel emiatt kissé nehézkesen tudták megoldani a gyerekek elhelyezését a különböző tagóvodákban. Átirányításokra kényszerültünk intézményen belül, tehát Bonyhádon, a Liget óvodában sokkal több volt a jelentkezők száma, mint amennyi üres férőhely rendelkezésre áll a következő évben, így elsődlegesen onnan irányítottunk el gyerekeket. Különböző helyre, tehát elsődlegesen oda, ahol, amit a szülő másodikként megjelölt, kötelező megjelölni egy második óvodát. Másodszorban, ahogy a szülővel meg tudtunk egyezni, tehát itt a szülőkkel beszélgetéseket folytattunk, hogy hova tudják a legkönnyebben elvinni a gyerekeket, ami ugye nem nagy a város, de azért babakocsival, Szecska és másik óvoda távlatában azért ez több kilométeres pluszt is jelentett, úgyhogy igyekeztünk hát azokat a családokat ott tartani, ahol nem tudnak esetleg járművel közlekedni. Bonyhád város vezetése úgy döntött, több óvodai csoportot indít a következő tanévben. Eddig 19,3 félcsoport volt, és most pedig 20,2 félcsoporttal működünk tovább a következő nevelési évben. Ez azt jelenti, hogy a Ficánka óvodában 4,5 csoporttal megyünk tovább, a Szélkakastos óvodában 4 csoporttal, Malom óvodában 3-mal, Liget óvodában 3-mal, Pittypang óvodában megmarad a másfél csoportunk, Napsugár óvodában 1 csoporttal, és a tagóvodáinkban, Izményben, Kisdorogon, Kisfejkén és Váralján újfent 1-1 csoporttal megyünk tovább. Egy óvoda pedagógust is felvesznek a feladatok ellátására. Az új óvónő a kiválasztás követően augusztus 23-ától állhat munkába, azért csak akkor, mert addigra befejeződnek a nyárra tervezett felújítások. Ugye az intézményben azért komoly fejlesztések lesznek, mosdórehabilitációk és más egyéb felújítások több mint 30 millió forint értékben, tehát azért így a fenntartó soha nem látott összeget biztosított erre a célra, és ez azt is jelenti, hogy ugye sok helyen sok minden fog történni, de augusztus végén akkor szeretnénk, ha az új kolléga munkába állna. Tehát a nyári szünet alatt megszépülnek az óvodák, mosdókat újítanak fel, kerítést, térköves járdát építenek, szociális helységek padozatát modernizálják a Bonyhádi és környéki oktatási intézményekben.